A Historia Domus. Kedves, kedves testvérek, március 2-a óta, amikor készülünk a jövő évi eukarisztikus kongresszusra, arra kérjük a testvéreket, hogy otthon találnak valamilyen erekjét az első 38-as eukarisztikus világkongresszusról, azt hozzá kell, hiszen majd a jövő év elején szeretnénk egy kiállításon ezeket az erekjéket bemutatni. És a napokban előkerült a Schopenhauer-pácsi plébániának a Historia Domusa, vagyis az a füzet, az a jegyzet, amelyben elődeink 1800-as évektől buzgón feljegyezték, hogy mi történt a plébánián, milyen élet volt ott, a fontosabb évszámokat, a fontosabb történéseket. És hát az én szemem hova máshova, ha nem 1938-ra figyelt, azonnal fellapoztam ezt az évszámot. Testvérek, és a 1937-nél a következőket találtam. 1937, az eukarisztikus esztendő. November 7-én tartottuk a magunk eukarisztikus napját. 230 áldozó volt. Egész nap szentségimádás. A díszgyűlés délután 2 órakor a templom portáli előtti téren volt. Szónok a dr. Vitéz, Házi Jenő, Sopron városi főlevéltáros. Utána történt, külön-külön az oltár lépcsőin a férfiak, anyák, legények, hajadonok és a gyermekek felajánlása egy-egy képviselőjük által. Szép volt, Isten kegyelme tegye termékenyé. Kedves testvérek, ebben a pársorban mélységes párhuzamot látunk a mai olvasmány között. Ahogyan a mai olvasmányban arról hallottunk, hogy a választott nép, mert biztos volt abban, a Szentleckében hallott ősatyáknak a történetéből, Ábrahám, Sára és Izsák történetében biztos volt abban, hogy Isten hűséges, és ezért biztos volt abban, hogy Isten kimenti őt az egyiptomi fogságból, ebben a biztos tudatban ülték meg, áldozták fel a báránt, a húsvéti vacsorát, úgy, ahogyan egykor Egyiptomban, úgy 37-ben is a nép valami nagy esemény előtt állt. Úgy, és így mi is egy nagy esemény előtt állunk. És egyetlen egy kérdésünk van ma, hogy vajon ez a felajánlás, a férfiak, anyák, legények, hagynok és gyermekek felajánlása az eukarisztikus Jézus számára vajon nem csak szép, de igaz volt-e? Vajon az Isten kegyelme tényleg termékenyé tette azt? Vajon tényleg érdemese erre a kis ostyára, az eukarisztiára ráhagyni az egész életünket, rábízni magunkat? A mai vasárnapon próbáljuk ezt a kérdést megválaszolni. A Szentleckében arról hallottunk, hogy Ábrahám anélkül, hogy tudta volna, hová megy, Ábrahám követi a hangot, és mindig oda megy, ahová ez a hang mondja. De testvérek, erre a hangra rá lehet bízni, rá lehet építeni egy egész életet? Nehezen. Az Úr Jézus éppen ezért a mi segítségünkre siet, és olyan 16. Benedek pápa mondja, a mi szabadságunknak, amely annyira megsebzett, mert mindenhol boldog akar lenni, Jézus segítségünkre siet, és az eukarisztiában már most, Ábrahám hitét meghaladva, már most a szentmisében az örök életet ide hozza. Amikor az Úr ma arról beszél, hogy ne féltek, hívd egy nyáj, mert tied lesz az ország, hát ez az ország itt az oltáron, az eukarisztiában közénk jön. Az örökké valóság belép a mi időnkbe. Az az erszény, amelynek a gyűjtésére Jézus ma hív, itt jelenik meg az oltáron. Itt van az az ország, amelyet sem az idő el nem sodor, sem a moly el nem rág, sem a rozsda el nem eszi. Itt a kenyér és a bor színében a keresztény ember számára itt van már a cél, az örök, az Isten országa.
És kérdezzük meg, testvérek, hívjuk tetemre az 1937-ben az eukarisztikus Jézusnak felajánlott embereket, anyákat, férfiakat, legényeket, haradonokat, gyermekeket, hogy vajon, amikor a második világháború borzalmaiban ti elkerültetek 1000 kilométerre a frontra, vagy itthon a német és majd az orosz szétlőtte a házatokat, árvákat hagyott maguk után, és kisemmizett benneteket. Vajon ti tudtatok-e élni az eukarisztiával, és felfedeztétek benne a kisemmizés, az árvaság, a fájdalom közepette a mennyei hazának az ajándékát? De ne csak a 37-es esztendőben felajánlásot embereket kérdezzük meg, hanem kérdezzük meg magunkat is, hogy vajon számunkra az eukarisztikus Jézus, akiben már előttünk ragyog a cél, akiben már itt van közöttünk a mennyek országa, vajon Ábrahámmal együtt segíte bennünket járni, segíte nekünk élni, segíte nekünk akkor járni, élni, amikor életünk összedőlőbben van. A cél, amely itt irgalomból minden szentmisében, a kenyér és a bor színében megjelenik, segíte nekünk. Vagyunk mi olyan keresztények, akik eme cél alapján rendezzük be az életünket. És nem azért, mert nehéz, hanem azért, mert minden áldozásban ezt a célt, ezt az országot tapasztaljuk, ízleljük és élvezzük. Tart-e itt a mi hitünk, testvérek, és itt már nem a hitről beszélünk. Mert Jézus, a kenyér Jézusa, az eukarisztikus Jézus itt már valóság, az az ország itt már valóságá válik. Ez már nem hit, ez már tapasztalat kérdése. Itt már az eukarisztiában Jézus széttépi Ábrahám hitének a függönyét, és a tapasztalat, a cél, a mennyország, Isten országának élvezetét nyújtja, ezzel siet elénk, hogy a mi bizonytalan szabadságunkat a jó irányba irányítsa. A másik, amit a mai szenteckében látunk, testvérek, az Sára esete. Sára, aki időskora ellenére, hogyan hallottuk a zsidókhoz írt levélben, mégis erős maradt. De miért kellett neki erősnek maradnia? Mert hát a zsidóság úgy tekintett Sárára, mint aki bűnös. Bizonyára azért nem lett neki utóda, mert valami nagy bűnt követett el, ezért vessük ki magunkból, ezért nézzünk rá ferde szemmel, ezért ne vessük ki, gúnyoljuk ki. De Sára erős maradt. Ahogy Ábrahámnak volt ereje elhagyni, anélkül, hogy látta volna a célt, úgy Sáránk is volt ereje kitartónak maradni. De amit Sára is csak távolról látott, és csak távolról üdvözölt testvére, azt mi a kenyér és a bor színe alatt, mi azt látjuk, mi azt itt üdvözlőjük, ó, üdvözlégy, oltári szentség, amit Jézus ma olyan szépen mond a példabeszédében, hogy hát boldog az a szolga, aki urának ajtót nyit, amikor megérkezik, mert miért boldog? Mert az ő ura, amikor megjön, asztalhoz ülteti a szolgát, a szolga körül jár, és felszolgál neki. Testvérek, bár ezt a szöveget általában a temetésekor szoktuk olvasni, de ez az Úrnak az eljövetele nem csak a te utolsó pillanatod, és nem csak az idők végén van, de Jézus ma is eljön. Ő ma is a kenyér és a bor színében, amikor te megáldozol, ő ma is eljön. Ő ma is itt van, és ma is zörget a szíved ajtaján. És nem de már most, nem csak a távoli időben, de már most Jézus odaültet bennünket asztala köré, körül jár, és felszolgál nekünk saját magával. Kérdezzük meg ismét a 37-ben felajánlást tett embereket, hogy vajon ti a kommunizmus 40 év keménységében,
amikor a barátban, a szomszédban, a rokonban, a testvérben spicliket láttatok, és beárultak benneteket, amikor minden összedőlni látszott, amikor kisemmiztek benneteket, vajon volt-e erőtök nem elszomorodni, volt-e erőtök nem depresszióba esni, volt-e erőtök vidámnak maradni? Ha volt erőtök, akkor az nem másból, mint éppen ebből a felajánlásból, abból az ígéretből származott, hogy Isten ügyel az ő népére, ahogyan azt a Zsoltárban énekeltük. Az Úrra hagyatkozhat a mi lelkünk, ő a segítőnk, ő a mi oltalmunk, kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Sopron Horpácson a tavaly évben halt meg egy idős bácsi, aki átélte a frontnak a borzalmait, akinek a családját kivégezték, és amíg tudott, addig áldozott, amíg tudott, addig első péntekes volt, valami miatt éppen az eukarisztikus Jézus, akinek őt is felajánlottak 37-ben, valami nagyobb erőt adott, még a nehézség elviselésében is, vidámságot, derűt. Az eukarisztiába nem csak az örök célunk van már most becsomagolva, hanem bele van csomagolva az a gyengít Jézusi szeretet, amely még akkor sem hagy el, amikor összedül az egész életed. Bele van csomagolva az Úr Jézusnak az alázatos, bennünket, velünk együtt örvendezni akaró lakomai szeretete. És a harmadik, amit látunk a mai szenteckében, az Ábrahámnak és Izsáknak az esete. Tudjuk jól, Ábrahám milyen nehezen kapta meg Izsákot Istentől, milyen nehezen ment fel Mória hegyére, vitte a rőzsit, Ábrahám gondolkodott, hogy hát az Isten hogyan, ez az egyszülöttség hogyan lesz szükséges az ígéretekhez. Olyan nehezen építette fel az oltárt, rakta rá a rőzsét, Izsákot a fiát, és olyan nehezen húzta ki a kést, hogy a fiát feláldozza. De miért volt engedelmes Ábrahám? Miért állta ki a próbát? Mert Ábrahám a jutalommal számolt. Ábrahám tudta, hogy ha engedelmes lesz az Istennek, Isten megjutalmazza őt. Testvérek, és nem de ez a jutalom, amet Ábrahám csak távolról látott, és csak távolról üdvözölt, nem de ez a jutalom jelenik meg az eukarisztiában, amikor Jézus a mai evangélium azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit hazatérő ura engedelmességben talál, bizony minden vagyona fölé rendeli. A jutalom számunkra nem csak a mennyországban lesz, az is Istentől jött ingyenes ajándék. De már most a Földön ezt a jutalmat élvezhetjük, ízlelhetjük, mert mi lesz a jutalmunk a mennyben? Nem az, amit a mohamedánok gondolnak, hogy majd a férjeknek sok feleségük lesz, és dínom-dánom lesz. A jutalom az lesz, hogy örök közösségben leszel az Istennel. De nem de ez a jutalom, már a kenyérben és a borban a te örök részed. Kérdezzük meg megint a 37-ben felajánlást tett embereket ott az eukarisztia előtt, hogy a kommunizmus éveiben olyan könnyű volt, olyan könnyű volt feladni a hitet, olyan könnyű volt a rendszer által kínált jutalommal élni. Tagadd meg a hitedet, felejtsd el a templomot, ne gondold azt olyan vallásosan, ne légy olyan vallásos, elég az a langyosság, és akkor majd lesz munkahelyed, lesz jobb iskolád, majd a gyermekeidet majd felveszik. Olyan könnyű volt a jutalommal, amit a rendszer kínált élni. Ti vajon, akik felajánlottátok magatokat az eukarisztikus Jézusnak, vajon éltetek-e a rendszer átkozott jutalmával, vagy megéltétek-e, hogy az eukarisztiában már most az örök jutalommal, Isten örök közösségével vattok megajándékozva? De ne csak őket kérdezzük, hanem magunkat is. Ma a világ ugyanúgy csomó jutalmat kínál,
csak még finomabb módon, vajon mi számunkra mi a legnagyobb jutalom, ha nem az, hogy az oltári szentségben az élő Istennel léphetünk közösségre. Kedves testvérek, úgy vagyunk mi is, mint a zsidók ott Egyiptomban, hogy várjuk a nagy eseményt, várjuk az eukarisztikus kongresszust, és várjuk az örök életet. És mit évők legyünk? Tegyük ugyanazt, amit a zsidók tettek Egyiptomban. Olyan ők feláldozták a bárányt, ahogyan olvastuk, mi se tegyünk mást, hanem nem más, mint hogy misézzünk. A misében itt van már a cél, a misében itt van az erő, a misében itt van a jutalom. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Ne hagyj, Uram, szégyent érnem. Hát ajánljuk fel magunkat az eukarisztikus Jézusnak, mert ez az egyedüli és egyetlen értelmes felajánlása, értelmes célja az ember életének. Amen.